Rózsafűzért imádkozók 11. országos találkozóját ünnepelték Budapesten, a Thököly úti Rózsafűzér királynéja templomban. Az ünnepi búcsúi szentmisét Erdő Péter bíboros prímást celebrálta. Rózsafűzér királynője plébánia templomban a mai napon búcsút ünneplünk. Nagyszerű alkalom ez arra, hogy együtt elmélkedjünk üdvösségünk történetének azokról az igazságairól, amelyek a rózsafűzér imádságban újra és újra ismétlődnek. A mai szentmisében Szűz Mária királynői méltóságáról úgy beszélünk, mint a rózsafűzér királynőjéről. Ez így általánosan hangzik, de ha belegondolunk, azt jelenti, hogy Szűz Máriának különleges szerepe volt Krisztus üdvözítő művének egész folyamatában, az angyal üzenetére kimondott igentől kezdve egészen a mennybevételig és annak a dicsőséges helynek az elfoglalásáig, amit a rózsafűzérben így említünk, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Mindnyájan szeretettel imádkozunk Károly atyáért is, hogy jó egészségben, lelkipásztori lelkesedéssel és örömmel dolgozzon a rábízott hívek üdvösségéért. Adja Isten, hogy minden plébánia a remény és az üdvösség jele legyen a világ számára. Szűz Mária, rózsafűzér királynője, könyörögj érettünk. Amen. Erdő Péter bíbor a szentbeszédében utalva a II. Vatikáni zsinatra kiemelte, hogy Szűz Máriát a mindenség királynéjának tekinti. A katolikus egyházban a rózsafűzért nagyon sokan imádkozzák, a rózsafűzér társulatok találkozója egy konkrét célkitűzése volt az egyháznak. A rózsafűzér társulások mind a mai napig nem bejegyzett egyesületként, hanem társadalmi szerveződésként a barokk kor óta a legelterjedtebb társulási formák Magyarországon. Ezt az összes néprajzkutatók megerősítik. Ma is minden plébánián létezik rózsafűzér társulat, vagy majdnem mindenütt, és sokszor több csoport, több imaközösség is tartozik hozzá, ma már különböző generációk, különböző imádkozási stílusok is találkoznak ebben. Tudjuk azt, hogy a kereszténység nem pusztán a teremtett világ csodálatából és az Isten iránti áhítatból táplálkozik, nem pusztán természetes vallás, hanem az isteni kinyilatkoztatásra épül, amely a történelemben szól az emberiséghez, először a választott néphöz, majd a maga teljességében, Jézus Krisztus személyében, aki tehát történelmi személy, akinek kezdettől fogva az evangéliumokban is újra meg újra megemlítik az édesanyját, Máriát. Szűz Mária tisztelete a kezdet kezdetétől jelen van az egyházban, de különös erővel jelenik meg a 431-es Efezusi Egyetemes Zsinat után, amikor immár a Szent Háromság tant kitisztulásának az alapján kimondják azt, hogy Szűz Mária nem csak az ember Krisztust szülte, hanem Krisztusban az Isten és az ember elválaszthatatlan, tehát Szűz Mária valóságos Isten szülő. Ember létére. Szűz Máriának a személye tehát méltó mindenképpen a tiszteletünkre és a szeretetünkre. A rózsafűzérnek az imádsága végig kísér bennünket, a történelmen azóta is. Jelenleg különleges alkalom az első szombati rózsafűzér. Ez nagyon fontos, mert összetartozik a fatimai jelenésekkel. Azzal a gondolattal, hogy minden hónapban az első szombaton Szűz Mária szívének engeszteléséül, és rajta keresztül természetesen Krisztusnak az engesztelése gyanánt rózsafűzért imádkozunk. És ez a közösségi ima itt a mi egyházmegyénkben, itt Budapesten a II. Világháború óta folytonos. Felajánljuk egy szándékra, ez pedig a magyar ifjúság és a családok. Ezt tesszük a mai napon is.
Nagy Károly pápai káplán esperes a plébániára kerülve fontosnak tartotta a rózsafüzér csoport létszámának bővítését. Az én nagymamám is rózsafüzért imádkozó asszony volt, sőt, ő volt úgynevezett bokor anya, egy csoportnak a felelőse, és akkor a rózsafüzér titkait havonként velem küldte el a tagoknak egy ilyen szentkép formájába. Tehát már gyerekkoromban láttam, hogy a nénikék imádkozzák. Hát aztán papként is. Én elkezdtem szorgalmazni, hogy akkor töltsük föl legalább ezt a egy csoportot, ami 20 tagból áll, és aztán kedvet kaptak a hívek, megalakult egy másik csoport is, és aztán a fiatal házasok közül is, de aztán most már ezt minden korosztály imádkozza. Vannak, ahogy ma is, azért zenei betétek és szép tanúságtételek, hogy kinek mit jelent az életében a rózsafüzér. A hívek, akik eljöttek, áldozatot vállalva, de örömmel itt voltak, és hát pont, hogy a bíboros atya is el tudott jönni, ez még külön teljessé tette az ünnepet. Szűzanya kezét szeretem megfogni. Nagyot művelt velem a hatalmas Isten, szent az ő neve. A mai tanúságtételem arról szólt, hogy 2 éve belevágtam egy nagy kalandba, amire az Úr hívott, a lelki adoptálás kalandjába, ami azt jelenti, hogy lélekben adoptálunk egy gyermeket, egy fogadalmat teszünk, ezt nagyon sokan csináljuk itt az országban, meg a világon is. És ez azt jelenti, hogy 9 hónapig imádkozunk ezért a gyermekért, mert veszélyben van, az abortusz veszélye fenyegeti, és imádkozunk az édesanyáért, meg a családjáért, ez is napi 1/10 jelent, és hát abban bízunk, és abban hiszünk, hogy 9 hónap múlva mégiscsak megszületik ez a kisbaba. Az Esztergomi Keresztény Múzeum gyűjteményében, mely jómódú családoktól, egyházi emberektől, szegény falusiaktól származik, megtalálhatók a rózsafüzérek is. Az Erdély Zsuzsanna gyűjtemény számos rózsafüzér tartalmaz, ebből egy válogatás szerepel az állandó kiállításon, hiszen a rózsafüzér a mi keresztény vallásosságunknak egy nagyon jellegzetes tárgya. A rózsafüzérek anyaga is nagyon eltérő, a mi gyűjteményünkben az állandó kiállításon fából készült, üvegből készült, üvegszemekből készült, fémből készült, csontból készült, gyöngyökből font rózsafüzéreket találhatunk. A mai olcsóbb kivitelűek pedig már műanyagból is elkészültek, ezek is bekerülnek, hiszen a hétköznapi vallásosságnak ezek is nagyon kedvelt tárgyai, szinte minden háztartásban találkozunk ilyenekkel. Van a gyűjteményünkben egy archív felvétel, ami valamikor a 19. század végén készülhetett, egy idős asszony tartja kezében az olvasót. Vannak olyan típusú szűzanya ábrázolások, ahol ő maga tartja a kezében a rózsafüzért, ugye ezzel ő tanítja, hogy hogyan is imádkozzuk ezt az imádságot. És ez nagyon gyakori, hogy az őt ábrázoló szobrokon is megjelenik a kezében a rózsafüzér, vagy a hívek az összekulcsolt szűzanyai kézre teszik fel fogadalmi ajándékként a rózsafüzérüket. Ezt számos zarándokhelyen láthatjuk, egy picit ezt akartuk itt reprodukálni, illetve azt akartuk, hogy bemutassuk, hogy mindenféle méretben, óriási mérettől a kicsiig mindenféle rózsafüzér van. Tehát ez egy nagyon gazdag tárgykultúra. A rózsafüzérrel a keresztény nép beiratkozik Mária iskolájába, hogy bevezessék Krisztus arca szépségének szemlélésébe és az ő szeretete mélységének megtapasztalásába. A rózsafüzér által a hívő kegyelmek bőségét nyeri el, mint egy magának, a megváltó anyjának kezéből.